Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Az egyre növekvő hálózati gázveszteségek felderítése és megelőzése érdekében a DD Gáz RT önálló osztályt hozott létre. A szervezet 30 ellenőrrel kezdte meg működését, melynek munkáját egy ellenőri szakértő, két behajtási ügyintéző és egy adminisztrátor segíti. Az úgynevezett E-csoport tagjai pályázat útján nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek közül kerültek ki, nagy részük hosszú évek óta a társaság alkalmazásában áll. A kiválasztott ellenőri csoport a tevékenységük megkezdése előtt kommunikációs konfliktuskezelő képzésben vettek részt, és elsajátították a működéshez szükséges jogi ismereteket is. Az E-csoport 35 fővel áll össze, ebből 30 ellenőr, szerelő ellenőr dolgozik, és a többiek azok pedig az adminisztrációban és a behajtási területen dolgoznak. Hatékonyságban pedig azt várjuk, hogy nagy mértékben csökken ez év végéig is a hálózati veszteségünk, csökken az ellopott gáz mennyisége, illetve hát a jövőben ugye ezt a csökkenést tovább tudjuk fokozni. És hát egy titkos reményünk még, illetve hát egy közös cél a Gázközösség Egyesülete az, hogy a térségben a szolgáltatási területünkön működő kivitelezők, szerelők minőségi munkáját segíteni tudjuk, illetve ügyfeleinknek, fogyasztóinak biztonságos gázszolgáltatás érdekében segítségükre tudunk lenni. Az E-csoport tagjai a tervek szerint havonta 200-250 fogyasztó háztartásában végeznek adategyeztetést és vizsgálják a mérőkészülékek műszaki állapotát a társaság működési területén. A rendszerek vizsgálata mellett a szervezet szeretné kiszűrni azokat a gázszerelőket is, akik részt vállalnak a mérők manipulálásában. Kiszámíthat első körben ellenőrzésre, van-e már valami lista? Hát kimondott listáink természetesen vannak, hiszen a gázdíszámlázási rendszerünkből különböző szempontok alapján leválogatásokat végeztünk, ahol az előző időszakok fogyasztásait figyelembe véve esetlegesen szóba jöhet ilyen feltételezés, de elsődlegesen mindenképpen azok jönnek szóba, ahol a leolvasóink gyanús helyeket találnak, például megfurt mérőket, vagy szemmel látható beavatkozásokat, illetve nagyon szívesen fogunk visszajárni azok a helyekre, ahol már egyszer szabálytalan vételezést felfedeztünk. A szabálytalanul vételező fogyasztók nem csak a társaságnak okoznak jelentős anyagi károkat, hanem a becsületesen fizető fogyasztóknak is. A mérőóra befolyásolása emellett veszélyforrás is lehet, nem csak a szabálytalanul vételező fogyasztók számára, hanem a környezetében élő és tartózkodó embertársainak is. A szakszerűtlen beavatkozások miatt előfordultak már gázszivárgások, vagy akár gázrobbanások is. A most felállított E-csoport ezt szeretné megakadályozni. Baranya megye erdőgazdálkodásának helyzete, műemlékeinek állapota is szóba került a Baranya megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési bizottságának soron következő ülésén. A bizottság napirendi pontjai között szerepel többek között egy Európai Integrációs Bizottság létrehozása, melynek a feladata lesz a fejlesztési programokkal kapcsolatos tartalmi és szervezeti tanácsadás. A testület megtárgyalta Baranya megye magterületeinek turizmusfejlesztési programját, erdőgazdálkodásának a helyzetét is. Baranya megyében az erdősültségi átlag az nem éri el az országos átlagot. Éppen ezért is tűztük napirendre ezt a kérdést. A legnagyobb gond és problémák közül kettőt említenék ki. Az egyik a fő gond az a tulajdonviszonyoknak a rendezetlensége. A privatizáció révén rengeteg föl erdőterület került magánkézbe. Ezeknek egy része az volt a kitermelésre került zömmel, vagy legtöbbször gazdasági hasznossági szempontokból. A visszapotlásuk nem történt meg. A másik fő gond pedig az erdők védelmével kapcsolatos kérdéseknek a rendezetlensége. A mai napig az a tendencia, hogy különböző társaságok és személyek magyarul fogalmazva lopják az erdőket, a közösségi erdőket, ezek a mai napig nem rendeződtek. A Baranya megyei önkormányzat az országban először közgyűlési szinten foglalkozik a megye műemlékeinek helyzetével, a várak, kastélyok hasznosítási lehetőségeivel. A legtöbb ilyen kiemelkedő műemlék jellegű vagy műemléképületünknek az állapota, ha nem is katasztrofális, de azonnali beavatkozást igényelne. Éppen ezért javasoltuk a műemlékvédelmi felügyelősséggel együtt, hogy nézzük meg azokat a lehetőségeket, mind a hazai, mind a külföldi pénzszerzési, pénzbevonási lehetőségek tekintetében, amelyek ennek az erősegítésével ezeket a vészhelyzeteket el lehet hárítani.
Rendkívüli ülést tartott ma a Baranya megyei államigazgatási kollégium, melyen az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek kapcsolata volt a téma. A Baranya megyei államigazgatási kollégiumnak 23 a területen működő közigazgatással foglalkozó szervezet a tagja. Ez a kollégium ez arra hivatott, hogy a területen működő, egymás mellett területi szintű hatáskörökkel rendelkező közigazgatási szerveknek a tevékenységét összehangolja. Egyfajta egy irányba terelje, ugyanakkor azokat a szakmai kérdéseket egyezteti ez a fórum, amelyek közösek, amelyek közös érdekűek, amelyek egy korszerű területi igazgatásban nélkülözhetetlenek. A kollégium rendkívül ülésén az önkormányzati és az államigazgatási vezetők találkoztak. Ez egy ilyen fórumszerű rendhagyó ülés, és hát remélem, hogy kijönnek azok a közös gondok és problémák, amiket egyeztetni kell, és ami a jövőben a közös munkát előre viszi. Tisztázzuk most azokat a kérdéseket, amelyek kölcsönösen érdekelnek bennünket. Gondolok itt például arra, hogy a kereskedelmi igazgatásban, például üzletek működtetésében, vásárok, piacok működtetésében milyen közös feladata van például a jegyzőnek és a szakhatóságoknak. De ugyanúgy a településfejlesztésben, városfejlesztésben, beruházásoknál milyen közös feladatok vannak, amivel nem lassítani, hanem gyorsítani, elősegíteni szeretnénk az önkormányzatoknak az ez irányú tevékenységét. Bár ma egy pillanatra sem bújt elő a felhőtakarók közül a nap, ennek ellenére most ünnepeljük a nap napját. Központi égitestünk immár rendszeressé váló ünnepe alkalmat ad arra is, hogy a korszerű energiatermelésről is szót ejtsünk. Nem azt kívánjuk, hogy az ember újra a fára költözön, pusztán egy más úton szeretnénk megteremteni napjaink kényelmét, állítják a Pécsi Zöldkör közérdekű egyesület képviselői. Az általuk tartott nap napján a századvég energetikai problémáiról esett szó. Miről lehetne másról beszélni, mint az energiahatékonyságról, energiaforrásainkról, és azt hiszem, hogy itt az ezredforduló táján nekünk is el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan fogjuk tudni az úgynevezett fenntartható fejlődést biztosítani. A bemutatóval egybekötött rendezvényen számos a napenergiáját hasznosító terméket is megtekinthették az érdeklődők, a gyermekek pedig hatalmas csillagunkról készíthettek rajzokat. Na még ugye az a kérdés, hogy egyáltalán az erőmű vállalat, illetőleg az erőmű milyen módon kerül megújításra, ami Pécsett található, és azért egy dolgot hozzá kell tenni, hogy Magyarország területének közel 14%-a szennyezett vagy mérsékelten szennyezett levegőjű térség, sajnos Pécs is ide tartozik. Én azt hiszem, hogy azok az utak, akár a gázenergia használata, akár a megújuló energiaforrások feltétlenül a jövőt kell, hogy képezzék számunkra. Ez biztos, hogy gazdasági szempontból is nagy kihívás, de ha a hosszú távú stratégiát tekintem, akkor én azt hiszem, hogy mindenki számára csak kifizetődő lehet. A szervezők szeretnék hagyománnyá formálni a nap napját, és ezzel is tudatosítani azt a régi ösztönt, ami a nap felé vezet. Most pedig két rövid hír a mai nap egyéb eseményeiről. Az Európai Uniós CEBUNET pályázat előterjesztéséről is döntött a Kulturális Bizottság mai soros ülésén. Bolonya város polgármesterek körlevélben kezdeményezte a Tuzla, Eszék és Pécs közös programjának kidolgozását. A javasolt témakör kisebbségi és civil részvétel a helyi kulturális és szociálpolitikában. A két éves munkatervre 300 000 euró igényelhető. A bizottság tárgyalta egyebek között az önkormányzat együttműködési megállapodás tervezetét is. 24 órás magyar óra kezdődött ma reggel 7 óra 50 perckor, és tart még ezekben az órákban is Pécsett a Lővei gimnáziumban. A Zalai Szabolcs irányításával tartott tömény irodalomoktatást az iskola második osztálya szervezte. A Guinness Rekord kísérletet háromtagú bizottság felügyeli, hogy valóban minden a szigorú szabályoknak megfelelően történjen. A résztvevők legfeljebb 3 percre hagyhatják el a tantermet, és 4 óránként tarthatnak 15 perc szünetet. Ha minden a terveknek megfelelően alakul, akkor a diákok szombat reggel 7 óra 50 perckor remélhetőleg már sikeres rekorderekként kezdhetik el a nyári vakációjukat. A Janus Pannonius Tudományegyetem Polák Mihály Műszaki Főiskolai Kara kétnapos szakmai konferenciát szervezett az intézményben folyó tantervfejlesztésről. A János Pannonius Tudományegyetem Pollák Mihály Műszaki Főiskolai Karán tantervfejlesztés folyik 3 éve. A korszerűsítéshez szükséges anyagi támogatást az Európai Unió Tempusz programjának pályázatán nyerték el.
Úgy gondoltuk, hogy elő kell segítenünk a magyar műszaki felsőoktatást, de ezen belül is a műszaki főiskolák Európai Uniós csatlakozási lehetőségét olyan kísérleti tantervek kifejlesztésével, amelyek már az európai kreditátviteli rendszeren alapulnak. Ezek, amiket mi ma az asztalra teszünk, javaslatok csak, alapvetően más tantervek, mint amelyek szerint most oktatunk. Magyarország valamennyi műszaki felsőoktatási intézménye részt vesz a kétnapos szakmai konferencián. A pécsi műszaki kar célja, hogy az általa kifejlesztett tanterv új követőkre találjon. Mi egy javaslatot teszünk mind a 10 magyar műszaki főiskola, illetve kar asztalára azzal, hogy ezen a 3 kísérleti területen, az építőmérnöki, a gépészmérnöki és a villamosmérnöki területen milyen tantervek bevezetését javasoljuk. De az intézményi tanácsok önálló autonóm joga lesz eldönteni, hogy átveszik, módosítva átveszik, vagy alapvetően elutasítják ezeket. A Városháza dísztermében tartották ma késő délután a 8. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálati Napok megnyitóját. A város életében vannak fontos pillanatok és vannak hétköznapok. Hétköznapok, amikor ugyan milliókról döntünk, de jelentősége meg sem közelíti azt, amikor rászoruló gyermekeken segíthetünk. Hangsúlyozta dr. Toller László, Pécs polgármestere a 8. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálati Napok megnyitóján. A kétnapos programsorozat pécsi főszervezője dr. Deli Viktória beszédében megköszönte mindazok segítségét, akik bármilyen formában támogatták a rendezvényt, majd átadta a délutáni rajzverseny győzteseinek az ajándékokat és okleveleket. A megnyitó ünnepségen dalokkal és verssel köszöntötték a jelenlévőket, azt követően pedig állófogadásra invitálták a gyermekeket. A kétnapos fesztivál folyamatos programot biztosít a kicsiknek, akik holnap Orfűn tölthetik napjukat, ahol szintén rengeteg meglepetés várja majd őket. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! Baranyában komoly károkat okoztak a medárnapi esőzések. Szászváron 100 mm eső esett egy óra alatt, a hegyháton patakok áradnak. A Dunántúli Napló információi szerint még az elkövetkezendő 2-3 napban is számítani lehet felhőszakadásokra és zivatarokra. A gyerekek már alig várják, hogy kiszabaduljanak az iskolák falai közül. Az utazással és a vízparti örömökkel veszélyek is járnak. A Dunántúli Naplótól megtudhatják, hogy nyáron nem gyakoribbak, de súlyosabbak a gyermekbalesetek. Testvérvárosok Baranyában gazdasági hasznot remélve. A megyében sok településnek van külföldi partnervárosi kapcsolata. A legtöbb községben egyelőre a kulturális programok közös szervezése a meghatározó. A Dunántúli Napló értesülése szerint viszont akad város, ahol már befektetőre is leltek a kapcsolat révén. További részletek tehát a szombati Dunántúli Naplóban. Éjszaka is marad a felhős idő esővel, záporral. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Holnap időnként felszakadozik a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, azonban néhány zápor még előfordulhat. A nyugati szél élénk lesz. A levegő hőmérséklete 18 és 23 fokig emelkedik.